Köszöntöm Önöket! Mai kulturális utazásunkon a filmek, a grafikák, a könyvek és a zene mellett a gasztronómia területére is ellátogatunk. Érdemes ezúttal is velünk tartani. Öt éves munka 26 percben. Idén szeptemberben Nagykanizsán a Megyaszai Házban mutatták be Cigóth Sándor legújabb dokumentumfilmjét. A Kanizsa Médiaház munkatársa, független filmes alkotó egy személyben volt a film operatőre, producere, szerkesztő riportere és vágója. Az alkotása a balatonszemesi Pálos Kolostor történetét fedi fel. Barátok a barátdülőben. A régészet iránt elkötelezett operatőr munkásságának eredményét nem első alkalommal mutatta be a Kanizsai Kulturális Központ. Legfrissebb dokumentumfilmje a balatonszemesi Pálos Kolostor történetét fedi fel. A Barátok a barátdűlőben című alkotás debütálása előtt némi izgalommal nyilatkozott kollégánk, de elárulta, hova is kalauzolja éppen az érdeklődő közönséget. Most a Balatonszemesre a cím az úgy jött, hogy Szemes határában ezt a dűlőt, ahol ez a kolostor állt valamikor, az barátdűlőnek hívták. És a pálos szerzőtéseket azokat hívták fehér barátoknak is. Így jött a cím, hogy Barátok a barátdűlőben. Több éves kutatómunka, régészeti ásatás és sok-sok forgatással eltöltött óra eredménye a dokumentumfilm. Az időszak még mindig elevenen él minden érintett emlékében. Munkás volt, elég dolgozós volt ez az időszak, főleg itt akkor, amikor mentek az ásatások. Itt javarészt filmesként is itt azért ez egy elég távol esett ez mindentől. Ez a hely azért lehet, hogy a nyugodt békes körülmények között dolgozni régészként is és filmesként is. És hát ott forgatni kellett. A Pálos rend kutatása több kérdést vethet fel a laikusokban. Miért pont ez a terület, amely érdekli a kutatót? Akár régészként, akár filmesként. Az egyetlen alapítású férfi szerzetes rend, ami fenn is maradt, és hatással volt egész Magyarországnak a kulturális fejlődésére, a építészetileg is, irodalmában, könyvek készítésében, kódex készítésében is. Viszont a török durán során az írott történelmük az szinte teljesen megsemmisült, és nagyon sok kolostort is felégetett a török. Gyakorlatilag így most szinte mindenfelé kutatják a történetüket, hogy mi is történt. Az öt éves kutatási időtartam és filmforgatás alatt számos kapcsolat jött létre. Barátságok, tudományos együttműködés alakult ki. A felek mind segítették egymás munkáját. Ezt a Civil Régészeti Alapegyesületnek az elnöke, ő hozta össze az érintett partnereket egy ilyen terepszemle után. Őtől kaptam sok információt, szakértői is a filmnek, illetve őt Papatilának hívják, Vég András, aki kezdetektől fogva az ásatásnak a vezetője, illetve Török József professzor úr a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a hittudományi tanszékének a vezetője, ővele is élmény volt forgatni. A felsorolt tudományos munkatársak közt elhangzott Vég András neve. Az egyetemi docens az ásatás vezetője volt. A szakember a filmbemutató kapcsán sok érdekességet árult el a munkáról. Ez egy szerencsés helyszín, abban a tekintetben a somogyi régészek mondják, hogy az építőanyag sokszor olyan nagy értéket képviselt, amikor lebontottak egy ilyen romot, akkor nem sok mindent hagytak. A helyszínen még az alapfalakat is kiszedték, itt nem ez a helyzet, hanem az alapfalakból az egész alaprajza megrajzolt a templomnak. Ugyanakkor pedig rengeteg leomlott részlet is megőrződött, tehát rengeteg kőfaragvány is gyakorlatilag a birtokunkba jutott, aminek a segítségével az épületről ki lehet alakítani egy elég szép általános képet. Ez a kép tulajdonképpen azt mutatja, hogy egy közepes méretű, nagyon is nem is kicsi, de nem is nagy Pálos Kolostorról van szó épületről, mert nagyon sok rokon épülete
ismert, hát persze épp azért elég kevés, de mondjuk ha azt mondom, hogy talán a nagyvázsonyi kolostornak a romjai ismerősek sokan kirándulnak arra vázsonyi vár miatt, és Kinizsipál ott volt eltemetve, ugye például az egy nagyon hasonló méretű épület volt hozzá. Mennyire gazdag a hagyaték, hogyha ugye nézzük most ezt a Balatonszemest, ön említett az imént egy nagyon híres, régi letűnt kolostorépületet, tehát mennyire lehet fellelni a pálosokat az építészetben? Nagyon kevés. Somogy megyében volt 9 középkori város kolostora, abból az egyedüli a szemesi, ahol történt egyáltalán ásatás egyelőre. És ha országos szinten számoljuk, akkor érdemes azt tekintetbe venni, hogy a pálos rend volt a késő középkorban a második legelterjedtebb rend Magyarországon a ferencesek mögött. Ehhez képest az ismert anyagnak a 10-15%-a kutatott csak Magyarországon, és persze a környező országokban. Egy nagyon érdekes jelzőt fogalmazott meg az imént, hogy ismert. A pálosokat most már a köz használatban, vagy a köz kultúrában, nyelvben annyira sem ismerjük, mint a ferenceseket. Ennek mi lehet az oka? Hát ennek a rendtörténete az oka, ezt a rendtartalmi főnök atya pontosan lehet mondani nekem. Ferencesek sokkal kiterjedtebben működhettek, a pálosok gyakorlatilag ugye feloszlatták második József idején a rendet, és újra kellett Magyarországon alapítani Lengyelország irányából, és ezért jóval kevesebb helyen működnek ma Magyarországon, tehát ez nyilván ez egy ok. Ennek ellenére ugye ez a rend az a rend, amelyiket egyedüli magyar férfi szerzetesenként alapítottak, és a mai napig működik, még ha egy ilyen áttétellel is, hogy volt egy lengyelországi átmentő fázisuk is, igen. A Mindszent kolostor feltárásán már az első évben nagy számban kerültek elő faragott kövek. Egy kolostor maga az épület, az egy elég átlagos dolog, méghozzá eléggé standardizált dolog, tehát hogy van egy templom, és mellette egy négyszögben az épület egy udvart övez, ugye körengővel, egyebekkel, ez nem különbözik ezzel semmivel se. Amiben különbözik mondjuk a pálos, hogy ugye ez egy remete rend volt valójában, tehát mondjuk a kolostorok általában egy erdő közepén találhatók, de azért mindig úgy van ezért elhelyező az erdő közepén, hogy azért egy olyan félnapi távolságra lakott településeket el lehessen érni, tehát nagyon is meg volt a kapcsolatuk a környező településeknek, falvaknak a lakosságával. Egyébként általában a megélhetésük is innen származott, ezekben a helyszíneken kaptak általában adományban szőlőket, kaszálókat, egyebeket. Úgyhogy a remete rend lévén mindig az erdő, de közben azért ott van közte a környezetben maga a lakosság is. A Fehér Barátok kolostorának kutatása új szelvények megnyitásával folytatódott. Az egyik kutatóárok egy téglalap alakú hosszúkás mélyedést nagy valószínűséggel a kolostor beomlott pincéjét szeli ketté. Tündérpor. Kis Kármen kanizsai művésztanár legújabb tárlata még látható a Hevesi Sándor Művelődési Központ Ősze András galériájában. A legutóbbi évek munkáit foglalja össze az alkotó a kiállítással, melyel saját bevallása szerint egyben egy korszakot is maga mögött hagy. Kis Kármen tündérpor címet viselő kiállításának anyagát egy éve szerették volna bemutatni. A vírushelyzet miatt akkor azonban csak online volt erre lehetőség. A rendkívül magukkal ragadó alkotások ezúttal élőben is megtekinthetők a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Kis Kármen nem ismeretlen a művészet szeretők körében. A művész sokféle technikával alkotott már, munkáit pedig számos helyen megmutatta. Nagyon sokáig akvarellel, akrillal, olajjal festettem, és ez az utóbbi 5 év, ez inkább a grafikákról szólt, és a pasztellekről. Nyári időszakban inkább a pasztellekről, és más időszakokban, nyilván amikor időm engedte, akkor a grafikákról szólt, és
magában hordoz még egy ilyen illusztrációs világot is. Nagyon sok könyvillusztrációt készítettem, és valahonnan onnan indult el ez a vonulat, hogy hogyan lehet egy képben összehozni mindazt, amit olvasok, amit látok, amit hallok, ami körülvesz. Véletlen műve az, hogy a grafikákban mindig megjelenik egy-egy ember alak, egy-egy hölgy alak, pasztelképekben pedig tájképek, természet elevenedik meg? Ez szerintem csupán csak egy ilyen kettősség, ami bennem van így az alkotásban, hogy szeretem magamat fekete-fehérben is kifejezni. Egyébként nagyon sokáig csak úgy fejeztem ki magam, tehát fiatalabb koromban, és később jött ez, hogy színekben gondolkodtam, és a pasztell állt hozzám leginkább közel, és ezzel a plener világgal, ugye a nyári művésztelepe kapcsán ismerkedtem meg, és nagyon sok segítséget kaptam más művész kollégáktól, és nagyon sok inspirációt, és amikor fekete-fehérben dolgozom, akkor mindig kell egy váltás, kell egy időszak, amikor áttérek színesbe, és utána újra visszatérek a fekete-fehér rajzokhoz. Összefoglalója egy pár év munkájának. Nem csak grafikákban, nem csak pasztellekben, hanem összességében azoknak a történéseknek, amik 5 év alatt történtek velem. És a tündérpor nem csak arra utal, hogy a festékpor és a pigment, ahogy száll, hanem a tündérpor mindaz, aki én vagyok. Ahogy a gyerekek fogadnak engem, ahogy a környezetem fogad engem, ahogy én átvarázsolom a természetet és a környezetet, azt a világot, ami körülvesz. A művészet nem lehet öncélú, vallja az Rinyi-Bólyai iskola pedagógusa, aki ezért is fontosnak tartja a tanítást. Azért szoktam használni, hogy művésztanár, mert van egy ilyen filozófiám, hogyha valaki művésznek tanul, akkor az nem lehet öncélú. Tehát az, hogy kifejezzük magunkat, szerintem egy művész nem állhat meg ott, hanem azt valahogy tovább kell adni. És hogyha ezt a gyerekeken keresztül tovább lehet adni, akkor tovább is kell. Úgyhogy én ezt szerint élek, és a gyerekek tudják, és azt tudják, hogy alkotok, és azt is tudják, hogy az ő rajzaikban ez tovább megy, ez a fajta gondolat. Az alkotások alatt nem olvashatók címek. A művész így megadja a néző szabadságát a képi világ tovább gondolására. Szándékosan nem adtunk címeket, bár Lengyák Istvánnak köszönhetően nagyon sok olyan kép van, aminek van olyan hívóképe versek formájában, ami úgy született, hogy ő látta a képeimet, és azonnal reflektált rá egy-egy verssel, egy vers utalással, és gondolkodtam rajta, hogy ezeket kellene alattuk elhelyezni, hogy legyen egy kapcsolat, ami ugye elindítja az embereket a gondolatvilágban, de úgy gondoltam, hogy még jobb az, hogyha ők látják bele azt, ami hozzájuk közel áll, mert ezek főleg a grafikák olyanok, hogy az ő képzeletviláguk formálja meg magát a címet. Az én gyerekkoromtól elég hosszú út vezetett idáig, és az, amikor elindultam a művészpályán, akkor még nem lehetett eldönteni, hogy balerina leszek, vagy festőművész, vagy rajztanár. Mindegyik valahogy bennem volt. A mai napig bennem van a tánc, tehát az valahol megjelenik részben a képekben is. Tehát ezt nem felejtettem el teljesen, nyilván aktívan már nem csinálom.
De az, hogy ez a sokféle dolog összeadódik bennem, ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, ez nem csak a tanulmányokat jelenti, hogy nagyon sok felé tanultam, ugye nagyon sok iskola szinten, hanem a magánéletemben is ugye az állandó helyszínváltoztatások azok is közrejátszottak ebben, illetve azok a hatások, amik emberileg értek engem a fejlődésem során, ez mind benne van a képekben. És ezen az úton most hol tart jelenleg? Ezen az úton ott tartok, hogy ezzel a kiállítással le fogok zárni egy szakaszt, de nem teljesen, mert nyilván a pasztelek tovább élnek, majd tovább élnek a grafikák, csak most arra állt össze bennem egy olyan koncepció, amit mindent egy képen belül fog megvalósítani. Technikailag is, és formailag is, tehát ennél sokkal nagyobb ívű képekben fogok gondolkodni, méretben is. Kis Kármen tehát tovább álmodta művészetét, a Tündérpor kiállítás pedig október 6-áig még látható az Ősze András galériában. A múltba, a több évtizeddel ezelőtti időkbe kalauzolta barátait és ismerőseit a kanizsai származású Sárdi Botond Életutak című kötetének bemutatóján. A szerző Nagykanizsán született, orvos házaspár gyermekeként, életútja azonban messzire vezérelte, villamosmérnökként Sopronban telepedett le. Az életrajzi regénynek is beillő írása megeleveníti az egykori szülővárosát, annak környezetét, lakóit és azok életútjait. Az életrajzi regény a véletlen folyamán került Karosi Lászlóné kezébe, akit egy régi osztálytársi kapcsolat vezetett el az íráshoz. Karosiné Vali elmondta, nem tudta letenni a könyvet. A gondolatot hamarosan tettek követték, így a kanizsai bemutatót a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete karolta fel. A megkapó regényt a szervezet elnöke bátran ajánlja az olvasni szerető közönségnek. Életutak, ugye ott van fönt látod, hogy élet és utak, ezt nem egybe kell gondolni, hanem az élet, tehát a családi életéről beszél, a nagyszüleiről, akik szenyérből kerültek tovább, és az utak pedig az ő élet útjaikat mutatja be több fejezetben a regénybe. A szerzővel, Sárdi Botonddal öröm a beszélgetés. A Kanizsáról elszármazott úriember ma is szeretettel beszél emlékeiről. Nagykanizsán nevelkedtem, 18 éves koromig ide jártam iskolába, itt a Sarki gimnáziumba érettségiztem, ami már akkor is egy kitűnő iskola volt. Azután sok világot bejártam, de mindig is kanizsainak éreztem magam és vallottam magam. A cím egy kicsit csalóka, ez nem egy életút, hanem sok, inkább novellák vannak a könyvben. Nagy érdeklődéssel hallgattam a szüleim és a nagyszüleim generációjának a történeteit, amikről úgy éreztem, hogy méltóak arra, hogy valahol megírjuk és megőrizzük őket. Hogy egyet kiragadjak, például az 1958-as TS szervezésnek a viszontagságai, az a megrázkódtatás, amit embereknek ott okoztak, amiben én is, nem is közvetlenül, de a rokonaim révén benne voltam, és valóban tragikus sorsok keletkeztek ebből az erőszakos kollektivizálásból. Sajnáltam azokat az embereket végtelenül, akiktől a legnagyobb értéküket, a földet vették el. Sárdi Botondot rengeteg emlék köti szülővárosához, amelyek természetesen a könyvének bemutatója alkalmából is felszínre kerültek. Mindenféle emlék. Nagyon-nagyon jó érzés, és nem is ritkán jövök. Körülbelül 30 évet az életemből külföldön töltöttem, onnan is visszajártam, akkor még éltek a szüleim, aztán már csak az édesanyám, tehát volt kihez visszajönni.
Ma sajnos már csak a temetőben látogathatom őket, de nagyon sok barátom van, és most ennek az estnek a szervezésével kapcsolatosan pedig csodálatos embereket ismertem meg. Igazán a kort meghazudtoló, önfeláldozó, kedves emberek, olyan, mint a Valika, a Margitka, akár a Rehabnyomdának az egész személyzete, Adrián és sokan mások. Nagyon jó érzés ide visszajönni. Mesél minden utcasarok, minden ház történetet. A Kanizsáról elszármazott, több évtizedes múltat megidéző írónak üzenete is van a következő generáció számára. Ne felejtsék el a gyökereiket, ne hagyják veszni, őrizzenek minden kisebb-nagyobb mozzanatot, vegyék tudomásul, hogy itt alakultak ki, itt lettek emberek, és ezt soha ne hazudtolják meg, és jöjjenek vissza. Mi biztos, hogy találnak nem egy embert, aki szeretettel öleli őket. A beszélgetés végén pedig következzen egy kis ízelítő. A regény, mint ahogy Sárdi Botond fogalmazott, novellákból áll össze. Kis történetek, életutak. Az egyik út végét pedig a következőképpen fejezték be. Hivatalosan vagyok oda én is, nem mennék el hozzátok üzenés. Hivatalosan vagyok oda én is, nem mennék el hozzátok üzenés. Vége van már alapot a lónak, vagy bánat a talap, a méltán híres Zalai Dödölle illata lengte be nemrég Zágráb központját. 5. alkalommal rendezték meg ugyanis a Magyar Konyha napját a horvát fővárosban, s ezúttal városunk volt az esemény vendége. A Dödöllén és a Pörköltön kívül a dél-zalai borokat is bemutatták, mi pedig egy kicsit megismertetjük önökkel a horvátországi magyar kulturális életet. Új a csizmám sej, de ragyog a sarka, azért vették, hogy táncoljak rajta. Húzzátok, cigányok, estétől reggelig, sej, míg a szeretőn édesanyja alszik. Zágráb egyik legnevezetesebb épületétől, a Mária menny bemenetele székesegyháztól alig 2 perzsét a távolságra helyezkedik el az Európa téren a Liszt Ferenc intézet. Ez az intézet 7 évvel ezelőtt alakult, a magyar állam tulajdonát képezi. Ugye a világon 26 kulturális intézet működik, Párizstól Pekingig, és természetesen a környező országokban is. Tulajdonképpen a kulturális intézet a magyar kultúra, a magyar mentalitás, a magyar tudomány bemutatását szolgálja elsősorban, megkedveltetését. Ezt úgy hívják, hogy puha diplomácia vagy soft diplomacy. Én szerintem, nem csak azért mondom, nem csak hazafele beszélek, a diplomácia egyik legszebb része, mert nem a napi politikáról szól, hanem a mi kultúránk megszerettetéséről és ezáltal barátságok, új barátságok köttetéséről. A kultúra és a művészet azt gondolom a legjobb ragasztó az emberek között.
A Magyar Kulturális Központ 2014-ben nyitotta meg kapuit a város szívében, hogy a magyar művészetet és a tudományt népszerűsítse. A kultúra szerves részét képezi a gasztronómia is, így idén 5. alkalommal adott helyet a Magyar Konyha Napjának az intézet, ahol minden évben Magyarország más tájegységét és a hozzátartozó gasztronómiáját népszerűsítik. Mi évente, hát ez változott most a Covid miatt, de általában 40-50-60 rendezvényt szervezünk országosan. Tehát az intézetnek itt van, ez egy gyönyörű székháza, nem is csak majdnem teljesen Zagreb központjában, egyetlen országnak nincs ilyen nagy, modern, tágas és mondjuk azt, hogy szép, reprezentatív intézete. Még a 100 éves intézeteknek semmi, csak 7 éve alakultunk, és a fő feladatunk, ahogy mondtam, a kultúránknak a prezentálása, bemutatása, és ezáltal barátságok építése. Nos, a gasztronómia, tehát a magyar étkek és a magyar bor, az egy világbrend, amelyet egy kis elfelejtettek, és mi ezt a kultúránk részének tekintjük, és szeretjük megmutatni. El kell mondjam, hogy a legsikeresebb rendezvényeink azok a zenei koncertek, különböző műfajban a jazztől a klasszikus zenéig, és természetesen a magyar ételek és a magyar italok. Ha ezt a kettőt összekapcsoljuk, akkor ez majdnem mindig siker. Most sajnos egy kicsit beleszólt ebbe a zenei életbe és a kulturális életbe ez az eső. Mondjuk azt, hogy a nagy karmester úgy döntött, hogy eső legyen, szerencsére mostanra már elmúlt és enyhült. Kivicses, kavicsos, ami házunk eleje. Vártalak szép kedve sem nem jöttél, nálamnál igazabb szebb szeretőt kerestél. Bemutatkozott itt mondjuk a karcagi birkapörkölt, meg hungarikum, bemutatkozott a bajai halászlé, sőt a délbaranyai, horvátországi baranya, világbajnok halászléfőző mestere, és főzött már itt a téren, és ezt mindig kis folklórral, kiállítással ötvözzük. Az egésznek az a célja, hogy a magyar kultúrát, Magyarországot megkedveltessük, megszerettessük, és barátkozzunk az idejövőkkel, hogy ki mindenki számára. Természetesen minden, Horvátország minden polgára előtt nyitva áll az ajtónk, különösen jó barátaink, természetesen az itteni magyar kisebbségnek a képviselői, az Ady Endre Magyar Kultúrkör és a Magyar Tanács, akik szintén partnereink ebben az eseményben, ők is ide jöttek főzni együtt a nagykanizsaiakkal. A bajai halászlé és a karcagi birkapörkölt után pedig városunk és a híres Zalai Dödöl lemutatkozott be a zágrábiaknak. Ezt sokan nem értik, tehát tulajdonképpen hivatalból külszolgálatban dolgozom Zágrábban, és gyakran Budapestre útközben is betérünk Kanizsára kicsit körülnézni, akár vásárolni, sétálni egyet. Szeretjük Kanizsát, és azt gondoltam, hogy megérdemli Kanizsa, hogy itt bemutatkozzon, és ez be is bizonyosodott. Az oldtimer biciklisekkel, a jó étkekkel, a dödöllével, a pörkölttel, a szép néptánccal igazán méltó módon mutatkozott be szerintem a város. Úgy látom, hogy a horvát barátainknak is tetszik a program, és a tetejében közel is vagyunk, tehát nem kellett az ország másik végéből 6-7 órát keresztül utazni, adekvát volt a dolog. Amúgy meg Nagykanizsa egy népszerű hely a horvátok. Horvátországban, talán Budapest mellett és Balaton mellett Nagykanizsát ismerik a legjobban, mert itt van a szomszédban. A zágrábi városvezetőség képviseletében Luka Kolla a polgármester köszöntötte a vendégeket és beszédében kiemelte, az ilyen rendezvények nagy mértékben hozzájárulnak a két szomszédos ország egymás iránti tiszteletéhez, és tovább erősítik a baráti kapcsolatokat a horvát és a magyar nép között. Már most is egész jól elfogadottak a magyar ételek, de sokkal közelebb áll Eszék és Kelet-Horvátország része, ahol nagyon jól ismerik és kedvelik a magyar ételeket. Itt Zágrábban még többet tehetünk ezen a téren. A gasztrokulturális esemény jótékonysági célt is szolgál, ugyanis a befolyt pénzösszegből nehéz sorsú kárpátaljai iskolás gyerekek karácsonyi ajándékát finanszírozzák majd. Igazság, magyar közöttán, sok kis járnak a hová.
A gőzölgő dödölle illatát már messziről érezni lehetett, így a borús idő sem szegte az érdeklődők kedvét, hogy beálljanak a sorba és megkóstolják ezt az egyszerűnek számító krumpliból és lisztből álló zalai finomságot, amit Gulyás Tibor mester szakács készített. Burgonyát vízbe megfőzzük, sózzuk, és az összetörés után lisztet teszünk bele, és ezt tűzön végül is kikeverjük jó keményre, és akkor utána meg ki van szaggadva, és hagymás zsíron meg le van pirítva dödölle, és ezt így tálaljuk. A gasztronómián túl városunk nevezetességeiből is kaptok egy kis ízelítőt az érdeklődők egy fotókiállításon keresztül. A jó hangulatról pedig a Zala Gyöngye Néptánc Együttes gondoskodott. Táncos megmozduláson túl a kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség képviselői is nyeregbe pattantak. Ismét szerzői estre várták a közönséget a Plakátház udvarába. Beck Zoltán, a 30Y énekese volt a vendég, akinek koncertje a Gyermeknek Bátor címet viseli. Az eseményről előzetesen e kép vallott. Írtam egy csomó dalt, azokból játszom, meg néha mások dalait is. Úgy, mintha az enyémek volnának. Van nálam gitár, ukulele, mini zongora, kazu, szájharmonika, olyan hangszerek, amiket meg tudok szólaltatni, és beférnek az autómba. Az énekest Teltház fogadta Nagykanizsán. Aztán egyszer és reggel, és együtt örültök a csajottal meg a gyerekkel, hogy ugye jó az élet, mégis jól lett kitalálva, zászlók villanypóznál a teraszok virágban. A Plakátházat szeretem annak idején, amikor a Plakátház létrejött, és jó néhány kiállítás alakult, emlékszem, hogy itt voltam pont akkor, a megnyitóján, amikor a filmplakátok előadás, illetve kiállítási anyag készül, szóval azért helyel közel itthon vagyok, vagy hogy mondjam, ezt gondolom elsőre. Másrészt meg a szerzői estet 2017 óta játszom ilyen tekintetben, aztán nagyon sokféle helyszínen állok fel egy zongorával, meg egy gitárral, és nagyjából azokat a dalokat, amiket megírtam az életem során, azokból válogatok ilyenkor. Leginkább az az élmény van, hogy a minden olyan tér csodálatos, amelyik valamilyen módon inspirálja ezt az estét, és ez azért olyan tér, amelyik önmagában nagyon intim, valahogy van magának a térnek története, és akkor azzal már szóba lehet állni. Szóval, hogy azt hiszem, hogy azért érdekesek az ilyen előadások, mert abban létrejön valami mély dialógus azzal a térrel is, amiben éppen benne állsz. Most úgy mondom el, ahogy nem mondanád nekem, és én se semmit, csak hallgatok róla, tök egyformák vagyunk 6 milliárdan. Sorozat gyártott az ember libidója. Sorozat gyártott az ember libidója. Általában szerzőiesnek mondjuk úgy lehetne elképzelni, hogy az ember úgy játszik, hogy kicsit összegzi magának azt, amit az elmúlt 20-25 évben írt. De a fejemben egy kicsit az is van, hogy ez igazából mégse összegzés, vagy hogy mondjam, hanem inkább valamiféle felderítése azoknak a daloknak, amiket írtam, és amikre kevés időm volt. Bármilyen furcsa, és már nem arra, hogy megírjam, hanem arra, hogy viszonyba kerüljek velük. Mert egyszerűen az van, hogy a dalok elkészülnek, aztán elkezdi csinálni a zenekar,
abban a pillanatban, hogy mondjuk a 30Y próbatermébe lekerül egy dal, abban a pillanatban az már mindönk dala, amit elkezdünk aztán formálni, újra rajzolni. Én meg megpróbáltam valahogy, vagy ugyanígy a színházi estek kapcsán, ahogy egy színházi zene bekerül a színházi térbe, onnantól már más lesz, ahogyan valakinek a lemezén dolgozom, onnantól már egy kicsit más lesz, ahogy hozzányúlok költői szövegekhez, és aztán elkezdjük játszani. Alapvetően változik azzal, hogy elkezdenek a társalkotók ebbe belenyúlni. És ez egy csodálatos dinamika, én meg kíváncsi voltam, hogy az a kiinduló pont tulajdonképpen mi is volt, ahonnan elrugaszkodtunk, míg végül ez a dal megszólalt egy lemezen, vagy egy koncerten, hangszerelése lett, meg mit tudom én micsoda. És igazából amikor egy ilyen esten gondolkodtam, akkor pont az volt valahogy a fejembe, hogy visszabontanám a dalokat odáig, amikor először lekerültek egy próbaterembe. Szóval mi történt akkor, 2003-ban, 2004-ben, vagy 2019-ben, tök mindegy, amikor egyszer csak ezek a dalok először elhangzottak. Szóval amikor leérsz a próbaterembe, akkor azok a dalok nem azok, mint amiket aztán majd a közönség hall a televízióban, a rádióban, vagy a koncerteken, vagy a lemezeken, hiszen az még egy hosszú út. Én meg valahogy vissza akartam ezeket a dalokat bontani, kíváncsi voltam rá, hogy hogyan is fogalmaztam meg mondjuk ezt egy szálgitárral, vagy egy zongorával, vagy mit tudom én. És nyilván ilyen tekintetben mondanám azt, hogy tulajdonképpen szerzőies, de tulajdonképpen inkább egy a saját magam múltjába való utazgatás ez, amiben megpróbálom megfejteni egy picit magamat, vagy azt, ahogyan én gondolkodom a dalokról, vagy ahogyan fogalmazom a világot. Az égból csöppen ma a poharamba, apa nem szól, látott haragban vagyunk. A reggel így telik kisírt szemmel, csukok ajtót még, bejön a reggel, hát látod, ma így vagyunk mi apával, én apa kisírt szem, meg párdal. Kanizsa változatos kulturális életének bemutatására most ennyi időnk volt, de természetesen két hét múlva újabb eseményekre tekintünk vissza. Ha a programokra személyesen is ellátogatnának, érdemes időben tájékozódni a kulturális intézmények oldalain, vagy nézzenek körül a kanizsaújság.hu oldalon a program ajánlóban. Szórakozásra fel! Viszontlátásra!